dékáni pályázat, illetve a kari stratégiai összeállításakor együtt gondolkodtunk már azokkal, akik a dékáni vezetés része, tehát a dékán helyettesek, illetve akik segítik a kari működést. Egy olyan 12 elemből álló stratégiát raktunk össze, aminek, ha most meg kéne ragadni a fókuszpontját, akkor az együttműködés, együtt dolgozás, illetve a közösség és a szervezet építése. És erre azért van nagy szükség, mert ez a kar egy viszonylag fiatal kar, és a közösség is fiatal, illetve fiatalos. Egy nagyon alapos és kitartó építkezési időszakon vagyunk most túl 2016 óta, illetve az azt megelőző szakéletből, és most eljött az a pillanat, hogy ezt a házat, amit az előző dékáni ciklusokban felépítettek, ezt megtöltsük tartalommal, hangokkal, színekkel, érzésekkel, és ez szerintem ez fogja meg talán legjobban azt, hogy mi várható az elkövetkező 3 évben. Én azt vallom, hogy a változás az belülről kell, hogy elinduljon. A szervezeten belüli munkatársak tevékenységektől függetlenül, végzettségtől függetlenül tudjanak kapcsolódni, együtt dolgozni. Az elmúlt években megkötöttük azokat az együttműködési megállapodásokat az egyetemen belül, ami a képzés, kutatás szempontjából kulcsfontosságú, meg a működés szempontjából, és most szintén ezeket még lehetne bővíteni, megerősíteni, illetve további tartalommal megtölteni. Szorosabb kapcsolódást szeretnénk építeni a valós élettel, ahol az emberek dolgoznak, ahol problémákkal szembesülnek, meg lehetőségekkel is szembesülnek, és ezeket a kutatás, oktatás vonalon, illetve akár szervezetfejlesztési vonalon is be fogjuk emelni a kari működésbe. Tehát kapcsolódunk gyógyszeripari cégekhez, gyógyszernagykereskedőkhez, gyógyszertárakhoz, hazai és külföldi partnerekhez, vagy direktbe, vagy pályázatokon keresztül. A gyógyszerész és a biotechnológus képzés esetén is nagyon fontos és nagyon hangsúlyos a külső szakmai gyakorlati tapasztalás, illetve ezeknek a vállalati valós életbeli problémáknak a beemelése a képzésbe, külföldi olvasmányélmények, illetve tapasztalatok és remények szerint behozza azt az attitűdöt, amire egy gyógyszerész, biotechnológus végzettségű munkavállalónak szüksége van, hiszen a problémákon való túllépés, meg a problémák megoldásán való gondolkodás, kreatív gondolkodás, én azt gondolom, hogy képzési területtől függetlenül egy nagyon fontos skill, amit azért ebbe a közegbe, ahol most vagyunk, a falak közé, tenfalai között nehezebb elsajátítani. Az alapozó tárgyaktól a szakmai ismereti felsőbéves tárgyakig ezek a gyakorlati problémák megjelennének. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert az új egyetemi stratégia, illetve a biotechnológia szakindítás, meg az új dékáni ciklus gyakorlatilag pár hónap különbséggel látott napvilágot. Mi erre igyekeztünk építeni. Olyan nagyon sok kikapcsolási idő, amikor nincs körülöttem senki, az ritkán van. A legnagyobb töltődést a gyerekekkel tudom megtalálni, mert akkor az annyira el tudja vonni a figyelmemet, hogy nem nagyon jut másra energia. Ezt igyekszem minden inkább megélni. Ha 3 év múlva beszélgetnénk, akkor annak örülnék, ha azt mondhatnám, hogy egy olyan dékáni cikluson vagyunk túl, ahol amikor kiírásra került a dékáni pályázat, akkor nagyon sokan elgondolkodnak azon, hogy beadják, és szeretnének ennek a közösségnek a mindennapjainak a részével, vezetőjévé válni. Elég inspiráló legyen ahhoz, hogy elgondolkozzon, hogy szívesen részes lenne, akár egy projektnek, vagy akár egy konkrét vezetői feladatnak.